Kedves testvérek, mindenkit sok szeretettel köszöntünk. A kezdők alkalmát látjátok. Az elmúlt alkalommal a profitálásról kezdtünk beszélni, ezt szeretnénk folytatni. Ági már a múlt alkalommal kezdett ugye a korintusi levélből egy igét felolvasni a profitálással kapcsolatban. Ez ugye megtalálható itt a Korintusiakhoz írt első levél 14. részében nyeresz hangsúlyt. Légy szíves, csak olvasd fel ezt a pár verset. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésére, vigasztalására. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Igen. Ha az Ószövetséget is figyelembe vesszük a profétálással kapcsolatban, a profétákkal kapcsolatban, akkor már ugye több nevet is említettünk, például ugye Nábinak nevezték a prófétát, vagy ma már ugye így ejtik, hogy Nábi, vagy látónak, és hát ez Háróe, ugye a látó, vagy Haszóe, és hát ilyen elnevezések voltak. Ezek a szavak nagyon jellemzőek voltak, amit használtak ebben a korban. Tehát mind a két esetben, a Nábi és a Haszóe esetében is, profétai látomásról van szó, hogy látomást kaptak, és ezen keresztül igazodtak el. És mit is mondott Mózes, hogy bár csak Istennek minden népe proféta lenne, hogy látása lenne, hogy kijelentése lenne az Úrnak, és ez mikor valósult meg? Pünkösd után, mert a személyes üzenet, ugye Ez egy óriási kincs, ez a Bibliának egy csodálatos ajándéka, vagyis a Szentléleknek. Tehát például, ugye, hát itt Sámuel is egy ilyen látó proféta volt, és hát elmentek hozzá megkérdezni, hogy Saul a szolgáival, vagy a szamarak merre járnak, de hát ugye a profétálás ennél több, már erről beszéltünk, és voltak idők, amikor nem megfelelő dolgokra használták, ilyen jóslásféle, meg ügyes-bajos dolgokba való eligazodás, ahelyett, hogy az illető személyesen megharcolná a problémáit. A harmadik név a prófétának Isten embere, is Elohim, ez héberül, Isten embere. Tehát azok voltak az is Elohimok, akiknek különös prófétai szolgálatuk volt, és hát ezt említi a Biblia például Mózessel kapcsolatban, hogy Mózes is Elohim volt, Isten embere volt. Ezzel az áldással áldotta meg Izrael fiait Mózes, az Isten embere. Tehát itt van a Bibliában
a 5 Mózes 33 első versében, vagy a sareptai özvegyasszony Isten emberének nevezte Illést. Tehát ez egy méltóságjelző volt, vagy Isten embere. Ugye Isten embere, aki feltámasztotta az asszonynak a halott fiát. És hogy Illés nevéhez nagyon sok különleges áldás fűződik. Tehát az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és Elohim, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Ez a prófétai szolgálat, amikor az emberek meggyőződnek arról, hogy ez igaz. Hogy ez nem elhajlás az igétől, nem fölé rendelődés az igének, hanem a prófétálás csak azt erősítheti meg, amit az Úr kijelentett. Pál apostolnak a munkatársát, az ifjú Timóteust is Isten emberének nevezték. Például Pál is így írja, hogy Isten embere, hűségesen szolgált a misszióban, te pedig Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj az igazságra, a kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelíd lelkűségre, 1 Timóteus 6.11. Aztán nevezi a Biblia Szemnek is a prófétát. Ézsaiás könyvében Szemnek nevezi a prófétát, felolvasom az igét, és ehhez majd az Ági mond egy pár gondolatot, mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, bezárta szemeiteket, a prófétákat. Befötte fejeteket, a látnokokat. Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha odaadják íráshoz értő embernek, és ezt mondják, olvasd el, ezt fogja mondani, nem tudom, mert le van pecsételve. Ézsaiás 29.10.11. Tehát a proféta, mint szem, ugye a Szentlélek világosságában van látása, a gyülekezet tagjait talán nem látják azt, amit a proféta. Én úgy gondolom, hogy Isten kegyelmi ajándékai azért vannak, hogy az ő szolgálatában lehessünk, és őt szolgáljuk, és nagyon sokszor összetévesztik a proféták azt, hogy hol van a helyük. Ugye Illés pontosan tudta, hogy hol a helye, még akkor is, amikor úgy gondolt, hogy senki sem maradt a Isten kegyelméhez hűséges lett volna. Az Úr azt mondta, hogy még 7000 térdet meghagytam, akik nem hajlottak meg a Baál előtt, a bálványok előtt. Tehát Illésnek sem volt igazán minden tudás birtokosa, vagy annak a birtokába, hiszen ő akkor úgy gondolta, és az a világossága volt, amiért aztán nagyon szomorú, depressziós volt, és bebújt egy barlangba, hogy nincs senki, ő van egyedül. És hogy ez tulajdonképpen nem állta meg a helyét, még akkor sem, ha Illés mondta. És nagyon sokszor összetévesztik a kegyelmi ajándékokkal élők, vagy akik szeretnének vele élni, az Isten helyébe, vagy Istennel egyenlőnek gondolják magukat, a prófétálás nem ez. A felolvasott igében azt olvastuk, hogy aki prófétál, a gyülekezetet építi. A prófétálás az egy kemény építő munka.
ami Isten országának az építésére adatik, mint egy jó kőművesnek a jó eszközei vannak. Volt egy kedves kőműves barátunk, aki gyönyörűen dolgozott, de az eszközeire nagyon kényes volt, az, ahhoz más nem nyúlhatott. Azt ő mindig megtisztította, rendbe rakta, eltette, aztán elővette, mert fontos volt. Mi Isten kezében lehetünk eszközök, és ha ilyen eszközök vagyunk, akkor pedig tudni kell, hogy hol van a helyünk, és tudni kell alázatban maradni, és tudni azt, hogy az Úr az ő övének a gyülekezet építésére akar felhasználni. Vannak testvérek, akik egyéni profétálással foglalkoznak, és a gyülekezetben elmaradoznak, és egy ilyen saját kört alakítani ki. Na nem erre adta az Úr a kegyelmi ajándékot, hanem a gyülekezet építésére. Éppen ezért mondja Pál apostol azt, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi, aki profétál, a gyülekezetet építi. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Az imádkozás az nagyon csodálatos és fontos dolog, hiszen az imádság során mi beszélünk Istennel. Szükségünk van az egyéni személyes közösségre, hogy beszéljünk Istennel, és Pál azt mondja, hogy a nyelveken szólásnak megvan a helye, az egyéni csendességbe, az Istennel való közösségbe, kivéve, ha megmagyarázzák, mert akkor egyenértékű a kapott kijelentés a profétálással. De aki profétál, az a gyülekezetet építi. Ezt úgy szeretném mindenkinek a szívére helyezni, hogy az Úr az eklézsiát létrehozta, a saját testét adta azért, hogy mi az ő testének a tagjai lehessünk, és ha szeretjük az Urat, akkor építjük Isten népét, a Krisztus testét. Ez egy nagyon lényeges része annak, még mielőtt valaki ebbe a szolgálatba beleáll. És itt, ha elolvassuk akár az 1 Korintus 12-t, akár az 1 Korintus 14-et, amiben Pál apostol foglalkozik a kegyelmi ajándékokkal, az 1 Korintus 12-ben a gyülekezeti használatról beszél. A gyülekezet építésre, azt mondja, mindenek épülésre legyenek, mégpedig a gyülekezet építésére. És ez egy nagyon fontos dolog. Mózes élete is nem öncélú volt, nem azt mondta, hogy gyertek, akkor majd mi egy külön kis kört alkotunk, hanem egész Izrael népét összefogta, egész Izrael népét kivitte a szolgaság házából, és a pusztai vándorlás alatt is ott volt velük, és közvetítette az Úr világosságát. Ha egy proféta ilyen egyéni, sugdosós dologba belemegy, akkor az nem az Úr profétája. Az nem Isten népének az építésére van. Nagyon sokféle elhajlás is van, de a profétálás egy nagyon áldott dolog, hiszen azt mondja Pál apostol, hogy szeretném, ha mindnyájan leginkább profétálnátok, mert az a gyülekezet építésére van. Hát ezt szeretném úgy a szívetekre helyezni, és az ószövetségi proféták, akár Sámuelre gondolunk, akár Illésre, akár Mózesre, ami nagyon jellemző volt, hogy egész életükbe az Urat szolgálták. Nem volt olyan, hogy elhajoltak volna akár a bálványok felé, akár a saját maguk érvényesülése felé, akár egy kicsit a világ felé. Nem, ők mindvégig hűségesek maradtak az Úr szolgálatához. És engem nagyon meglep az az ige, amit Mózesről olvasunk, hogy az Úr azt mondja, hogy elveti Izrael népét, és azt mondja, téged majd nagy néppé teszlek.
És Mózes azt mondta, nem, Uram, ez a te néped, ezt hoztad ki. Mit mondanának akkor, ha ezt a népet elhagynád? Nem, nem én, nem az én családom, egyedül a te ügyed. A prófétálás Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja, és minden esetben az Isten népének az épülését. A proféta tehát szem, még itt maradunk ennél, nem csak a mennybe lát bele, hogy ott milyen dicsőség van, hanem a szívekbe is belelát. Az Ószövetségből szeretnék idézni egy példát, például, hogy látott bele az egyik proféta a szolgájába, például Elízeus, olvasom. Ő pedig bemenvén megáll az ő ura előtt, és mondta néki, Elízeus, honnét jöttél Géjázi? Felelte, nem ment a te szolgád sehova. Itt jön a hazugság. Ő pedig mondta neki, nem menti el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállt a szekérről elődbe. Most az ideje, hogy szerez ezüstöt, és hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálólányokat. Tehát, amikor meggyógyult a tábornok, Naamán, Elizeus egy fillért nem kért a szolgálatért, de a család szívű Géházi az utána ment. Ez a pogány azért fejjük meg, kérek ennyöltöző ruhát, meg ezüstöt, meg aranyat, és ezt Elizeus a lélekbe érezte meg, a lélekbe jelentette ki az Úr, hogy mit tesz Géházi. Tehát ez a profétai világosság, hogy belelát a szívbe, és hogy leleplezi. Igen, és ami nagyon lényeges, hogy a proféta nem jövendőmondó, és nem jövendőlgető. Mostanában az elég gyakran megtörténik, hogy ilyesmibe belemegy, hogy fia vagy lánya születik, vagy gyereke lesz, vagy mi lesz, hogy lesz. A minden prófétának a feladata nem a jövendőlgetés, hanem a Krisztussal való kapcsolatnak a megerősítése, akár a megszentelődés, akár pedig az igei közösség, a világosság. Tehát ez nagyon fontos, hogy szemnek adatott a proféta, nagyon fontos, hogy őrállónak adatott a proféta, és az őrálló az nem jövendőt mond, hanem igyekszik megőrizni a helyet, és szeretni azokat, akik felé szolgál. Mindenki jelentetett, ami a lelki életre és a kegyességre szükséges, hiszen Jézus Krisztus önmagát adta értünk. Nincs olyan dolog, ami el nem végeztetett volna. Tehát nem kell nekünk a jövendőbe beleavatkozni. Amit tehetünk az, hogy itt és most a Krisztussal való közösségben erősítsük a mi testvéreinket, a ránk bizottakat, és hogy a szív megtisztuljon és ne keményedjen meg. Ez egy fontos szolgálat. Rengeteget lehetne még erről beszélni, az őrálló tevékenységéről, és majd itt meg is állok, a következő alkalommal Jézus Krisztusról, a fő profétáról fogunk beszélni, mert minden profécia csak akkor igaz, ha Krisztusban történik, Krisztussal megerősítve.